hetedik alkalommal rendezték meg a Magyar Király Szállóban azt a jótékonysági estét, amelynek bevételével idén a jótékonysági futáson összegyűlt összeggel együtt a Frímia Kap képességfejlesztő szakosított otthon támogatják. Cserpakovics András polgármester megnyitójában kiemelte, az a széleskörű társadalmi összefogás, amellyel évről évre támogatják a segítségre szoruló intézményeket, példaértékű. Hagyományos az, hogy az év egyik első társadalmi eseménye a Fehérvár estély, és az is hagyomány, hogy mindig van egy olyan jótékonysági cél, egy olyan, azt gondolom, hogy a támogatást mindenben megérdemlő cél, amiben szerintem széles közösségi összefogás figyelhető meg a városba. Én azt gondolom, hogy a Frímia Kap egy olyan intézmény, amelyiknek a munkájára érdemes odafigyelni, nem beszélve arról, hogy ráadásul egy kerek évfordulót ünnepel, egyfajta születésnapot ünnepel, és ezért gondoltuk Miklós Erikával, hogy javasoljuk, és szerencsére a közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta, hogy az idei támogatott intézmény a Frímia Kap legyen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munkát, bizonyos szempontból missziót is ellátó intézmény, amely olyan ellátottakkal törődik, akiknek az élmény az, azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog az életükbe, hiszen részükről egy olyan szeretet sugárzik és bizalom a világ irányába, amit azt gondolom, hogy érdemes lenne tőlük tanulni. És azért gondoltuk azt, hogy nem önmagában az intézményt támogatjuk, hanem szeretnénk az ellátottaknak, az otthon szolgáltatásaiba részesülőknek élményt biztosítani, és ehhez a pénzügyi fedezetet az intézménynek biztosítani. Igazgató azt, hogy még nem tudja, nem is fogom elmondani a sajtótájékoztatón, csak benne a teremben, hogy ő azt kérte, hogy az élményhez eszköz is kell, el kell juttatni egy busszal, egy kis busszal őket az élmény helyszínére, és hogy mi lenne, hogyha valamilyen módon ezt a támogatást meg lehetne osztani az élmény és az élményhez szükséges eszköz között. Az eszközt a város a 2018. évi költségvetésében meg fogja vásárolni, illetve ezt a forrást a intézménynek biztosítani fogja. Tehát azokat a támogatókat, akik akár a jótékonysági futás, akár pedig itt a jótékonysági esté keretében támogatják ezt a célt, az eredeti művésznővel megbeszélt elképzelés alapján az élményre, a programokra, a rendezvényeken való részvételre fogjuk tudni biztosítani. Ehhez az eszköz ebben az évben már rendelkezésre fog állni. Az ötletgazda háziasszony Miklós Erika Kossuth Díjas operaénekes számára örökbecsű érték az a felelősség, amelynek mentén évről évre megteremtik az önzetlen segítség lehetőségét. Szív kell hozzá elsősorban. Az a legfontosabb, hogy az embernek legyen affinitása lelkileg, szívügyileg, hogy ilyesmit elindítson. Aztán kell egy olyan társ, mint az András, egy tulajdonképpen egy szervezőtárs, és mögött az önkormányzat, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert mégiscsak egy óriási eseményen nőtte ki magát itt a 7 év alatt a Fehérvári Jótékonysági Estély, és egyre több segítségre van szükség, szóval egy olyan háttér üzem kell hozzá, akik tényleg ilyen olajozottan összerakják már tulajdonképpen a mi általunk kitalált alapot, ami a kezdetek kezdetén nagyon nehéz volt, és tulajdonképpen én rakosgattam még akkor a díszleteket, meg találtam ki, hogy milyen színű legyen az estének az imidzse, egyáltalán, tehát az a kreatív részét is mind együtt csináltuk Andrással régen. Szóval nagyon sok minden kell hozzá. Ötletek kellenek, de hát jó, sok jó ember, és aztán minden működik.
kedvezményezett intézményigazgatója Rábai Ildikó köszönetét fejezte ki a gondoskodó szeretetért. Embernek lenni. Én erre ezt tudom mondani. Az összes többi segítséget megkapjuk az ellátottainktól, és ők segítenek bennünket abban, hogy jól tudjuk végezni a munkánkat. Egy ilyen est mennyit segít lélekben és természetesen tárgyasult eszközökben? Mint ahogy előbb említettem polgármester úrnak is, rettenetes nagy örömmel tölt el bennünket a bizalom. Az a bizalom, amivel megtisztelnek bennünket, a hétköznapokban fogunk tudni töltekezni ebből, és erősíti majd a munkánkat. Nagyon-nagyon nagy segítsége számunkra lelkileg, hogy ennek a rendezvénynek a bevételét megkaphatjuk. Az est fővédnöke Lázárné Megyeri Zita, a Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány elnöke volt, aki köszöntőjében kiemelte, egy város polgárait mindenkor minősíti, ha felismerik, hogy tenniük kell a közösségekért. Azt gondolom, hogy egy településen, egy városban élő embereket azt kovácsol igazán közösségé, hogyha úgy tetszik, egymást óvó, védő, szerető és tisztelő nagy családdá, hogyha felismerik azt, hogy a város az önkormányzat felé irányított elvárásaikkal mellett ők is tehetnek valamit ezért a közösségért. Önök, akik tiszta szívvel, nagy lelkű adományaikkal egy nemes célt szolgálnak ma is, ahogy az elmúlt 6 évben is tették már ezt, fölmérték ennek a súlyát, belátták ennek a jelentőségét, és azon az úton haladnak, hogy ezt a várost és az itt élő embereket valóban közösségé neveljék és közösségé formálják. Lengyel Zsófia paratriatlonista, az estén moderátora is azok közé tartozik, akik személyes példájukkal mutatják meg, miként lehet teljes értékű emberként élni, fogyatékkal élőként. Jó magam igazából a műsorvezetői feladatokban veszek ugye részt, úgyhogy nekem ez annyit tesz, hogy természetesen felkészülök az egész estén menetéből, az fellépő művészekből akár, illetve természetesen a díszvendégekből. Őnekik ugye fejből meg kell tanulnom a nevüket, hiszen ugye nem tudom olvasni papíron, mint ahogy azt a műsorvezető társaim szokták, úgyhogy jó nagy kihívás ez számomra, jó kis memória gyakorlat, de nagyon nagy szeretettel készülök mindig erre a gyönyörű rendezvényre. Elhangzott itt, ha röviden is, az érzékenység program. Azt hiszem, hogy ez eleve rendelés nekünk, székesfehérváriaknak, és mindazoknak, akik ezt a programot segítik és részt vesznek benne. Így van, nagyon fontos az, hogy ahogy polgármester úr is mondta a sajtótájékoztatón, hogy a gyerekek és a fiatalok mi hamarabb megismerkedjenek a fogyatékossággal élő társaikkal, hiszen én is a fehér botomat használva közlekedek nap, mint nap Székesfehérvár utcáin, ugyanígy a kerekes székes sorstársaim vagy a hallássérő sorstársaim is élik mindennapjaikat, és én azt szeretném elérni, ez a személyes küldetésem, talán picit ezért is pottyantam a földre, hogy természetes legyen egy épp gyermeknek és egy épp felnőttnek az, hogy mi egy picit másképp éljük az életünket, de tudjuk ezt az életet közösen együtt kiegyensúlyozottan élni. Spány Antal megyés püspök üdvözölte a kezdeményezést, ami támasz és megerősítés az elesetteknek. Örülünk annak, hogy a társadalom fejlődik, a társadalom erősödik gazdaságilag is. Ez egyben öröm annak, aki úgy érzi, hogy több lehetősége van, de felelősség is, hogy tudja segíteni, tudjon felelősséget vállalni, szolidaritást vállalni azok felé, akiknek ez az élet nem így sikerül, akiknek szüksége van a támogatásra, szüksége van a segítségre. Örülök annak, hogy sok ember szívében az adakozás készsége, a felelősségérzet megfogant, és ebből cselekedet születik, cselekedet, amely mások számára a mindennapi életben áldássá fog válni, és áldásként mutatkozik meg számukra. A rendezvényen felesége kísérőjeként megjelent Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki elismerésének adott hangot a székesfehérvári közösség kezdeményezéséért. Leginkább arra van szükség, hogy olyan polgárság legyen egy-egy vidéki városban, és Székesfehérvár a magyar vidék egyik legerősebb központja, akik fontosnak tartják, hogy a polgári egzisztencia mellé polgári felelősség is társuljon. Én abban hiszek, hogy akinek több adatik tehetségből, vagy több adatik lehetőségből, gazdasági anyagi javakból, annak sokkal több a
felelőssége is. Azon dolgozunk a kormányzatban és a politikai pártcsaládunkban, hogy egy olyan kultúrát, egy olyan elképzelésmódot, egy olyan életformát honosítsunk meg, amelyben az ember fontosnak tartsa, hogy segítsen másokon, és lehetőség szerint áldozzon a közjóra is. Én nagyon örülök annak, hogy a polgármester úr és az a kör, aki ezt a társas eseményt megszervezi évről évre, összegyűjti Székesfehérvár polgárait, Székesfehérvár adófizetőit, nagy adófizetőit, és arra biztatja őket, hogy adakozzanak a közjavára. Ez egy nagyon jó példa, példa mindenki számára, más városok és más közösségek számára is. A kormányzatnak különösképpen fontos az, hogy a városok ne csak fizikai értelemben épüljenek, hanem lelki értelemben is, nem csak tégla és habarcs a városépítés vagy az országépítés, hanem közösségépítés is. És Székesfehérváron, aki jómódúan, aki gazdagannak példát kell, jó példát kell mutatnia, és felelősséget kell vállalnia. Egyébként ennek ebben a városban nagy hagyományai vannak. Az este műsorral köszöntötte a vendégeket Miklós Erika, az Alba Régia Táncegyüttes Pulutyka csoportja, Szirtes Edina Mókus és zenekara, és a Cserta Banda. Szirtes Edina Mókus személyisége mint egy eleve elrendelés arra, hogy művészetének alapköveit egy ilyen esélyen is bemutassa. Az fantasztikus dolog, hogy muzsikusok lévén az életünket ebből élhetjük, és ebből, ezekből adódnak munkák, de az, amikor valóban a zene vagy a művészet révén szolgálhatunk, az a legnagyobb megtiszteltetés, és igazából én azért szeretem nagyon, mert olyan értelmet nyer, amiről egyébként csak álmodom, mert mindig ezt szeretném tenni. Most konkrét cél van, de van, amikor nincs, amikor elvileg idézőjelben csak egy koncert van, ott is azért megyünk, hogy szolgáljunk, hogyha valakinek szomorú a szíve, akkor azt átöleljük, vagy ha valakit bíztatni kell, vagy ha egyszerűen valaki csak táncra akar perdülni, vagy dühös, ezért vagyunk mi muzsikusok, hogy belénk lehessen kapaszkodni, illetve a zenébe, mert mi is csak közvetítők vagyunk, tehát ugyanaz, az is egy, és az a nagyon érdekes, hogy jótékonyságnak hívják, mert hogy jót teszünk elvileg, de a legnagyobb jó velünk történik, mert adhatunk. Tehát oda-vissza működik, és hogyha nem adhatnánk oda, akkor elárvulnánk előbb-utóbb, sokkal hamarabb, mint gondolnánk, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek. Keményné Koncz Ildikó bankszakember, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára, a Pannonia női borrend nagymestere, a kezdetektől a borárverés egyik szakmai közreműködője. Hát ugye én most már mint nyugdíjas bankszakember vagyok itt, és azért vagyok itt, mert hogy a jótékonysági estének a,
a borárverés részébe szoktam aktívan közreműködni, és ez most is így történt az idén is. Magam is mindig hozok egy-két szép tételt, amit felajánlok erre a borárverésre, és összeállítjuk azt a sort, amivel úgy gondoljuk, hogy a vendégek kedvére is lesz ez az árverés, illetve hogy mindenki a pénztárcáját egy kicsit jobban megnyitja a nemes cél érdekében. Az esten a bál kezdetéig 7 millió forint gyűlt össze, míg a borárverésből további csaknem 4 millió forinttal gazdagodott a Frím Jakab képességfejlesztő szakosított otthon.